reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli. Mégpedig 7 óra 14 perckor továbbra is Ács Gáborral. És Kántor Endrével. És a kedves hallgatóinkkal 0630 2010 909, illetve Messenger, vagy pedig a megszokott üzenetküldők ugyane erre a számra, a Facebook oldalunkon pedig a Messenger, és természetesen jön egy csomó info, például a csőpostákról, meg a paternoszterekről. Hát a paternoszter spotting az nagyon, az nagyon menő, igen. Vidékiek is jöttek, Debrecen államkincstár, hú, volt egy Kecskemét is, de most ezt nem tudom. Calvin tér régi állami biztosító. De az már nem működik, van, de nem működik. Belügyminisztérium, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, azt szerintem már elhangzott. Múlt mondtam én, igen, azt én ott láttam először. Most azt segítsetek, igen. Vagy abban segítsetek nekünk, hogy hol van olyan, ahova be lehet menni, és tényleg megtapasztalni ezt olyanokkal, akik még mondjuk gyerekek is nem láttak ilyet, nem tudják, hogy miről van szó. Tehát mondjuk nem beléptető rendszer után, vagy nem olyan intézményben van, ahova egyébként normál halandó, ha nem ügyintézni megy, akkor nem tud oda bejutni. Illetve közlekedési infókat várunk még. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Van már baleset, és ráadásul tumultus is van Csepelen a Soroksári út felé, mert hogy a Weiss-Manfred út, Kvassai Jenő út útvonalon a Soroksári út irányában a Teller-Ede úttól a Vein János útig okozza ezt a tumultust a baleset, úgyhogy ott elég komoly dugóra kell felkészülni. A 6-os főút bevezető szakaszán a Háros utcai felüljáró előtt is történt baleset, csak a külső sáv járható, ott is lassulásra kell készülni. Hallgató írja, hogy a Csepel Weiss-Manfred út kifelé elesett. Hát ez az, amit az előbb mondtam. Igen, vaza szerint baleset, de ezt majd csak 17 perc múlva tudjuk meg. És 17 perccel, nem, néhány perccel később annyival egésztettek, csak hogy a Csepel kivezető a város felé is beállt. Aztán Fejér megyében a Székesfehérvár és Zámai közötti úton egy személyautó mentőautóval ütközött, a 6-os kilométernél félpályán halad a forgalom. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Még utolsó kiegészítés, a Paternoster ügyben a Délpesti Kórházat többen is írják, és egy hallgató kiegészíti következővel. Volt, aki járókerettel szállt be, a beteg túlélte, a liftet egy hónap múlva tudták megszerelni, mert nem volt alkatrész. De láttam olyat, hogy valaki kerekesszékkel előtte hezitál, méregette, hogy tud behajtani, szóltam neki, hogy nem túl jó ötlet, és van másik lift. Jó, csak ezt meg elképzelni is, igen. Na, mik vannak hírek? Hát figyelj, megy tovább a velencei tavi szága a Velence korzónál. Na, ugye, hol tartunk? Ott ugye lezárta. Hát azt lezárták történt, az egész korzót. Lezárták az egész korzót, és kiírták, arra sétáltam direkt, mert kíváncsi voltam, kiírták ilyen egyszerűen nyomtatott A4-es papírokra, amit ilyen nejlon bugyiba bújtattak, hogy valami műszaki, nem tudom, okok miatt lezárva, de a büféseket is kizárták, ott ugye nem tiszta, hogy ott van valami elszámolási vita állítólag egyes büfések és az üzemeltető között, de ugye az önkormányzat ezt teljes mértékben, hát nem mondhatják így ki, hogy jogszerűtlen, mert nem lehet tudni, hogy a jog szerint az üzemeltető nek milyen hatásköre van, hogy tud-e ilyen műszaki takarítás vagy ilyesmit elrendelni, és akkor lezárhatja-e? Tehát ezt én nem látok ebbe bele, és nagyon nagy
a vita ebben az ügyben. Minden esetre ugye nem, úgy tűnik, hogy nem tudnak mit csinálni az önkormányzat ezzel a Gomi nevű céggel, aki üzemelteti ezt a korzót, és ugye már felbontották a szerződést vele. Minden esetre lezárták, és hát ugye pont akkor zárták le, de minthogyha direkt lenne, tehát én nem inszinuálnálom ezt, hogy ez direkt van, de olyan, mintha, mert pont a hétvége előtt, vagy a hétvége után lezárták hétfőn, és utána úgy tartották egész hétvégén, hogy szép időben azért érkeznek egy páran oda, még nyitva tartanak azok a büfék ott a korzónál. Most nem lehetett bejönni, van ott egy ilyen gyorsétterem, ők azt csinálták, hogy a parkoló felé kinyitották a gyorséttermet, oda kiraktak padokat, és onnan tartottak nyitva, de azt láttam, hogy nagyon sokan, akik oda érkeznek egyébként sétálni egyet, nem tudnak bemenni, de a helyiek se tudnak bemenni. Most az történt, hogy ledöntötték a kerítésnek egy jó részét, átvágták ilyen drótvágóval azt a részét, amit tudtak, és utána bedöntötték, és állítólag a népharag volt az, ami ezt okozta, és ott jó páran be is tudtak menni, és ott sétálgattak őket, egyébként onnan kitessékelték, és most azóta ott van egy ember, és vigyáz, hogy ne tudjon senki bemenni, és kordonnal le van zárva, még mindig. De most mit csinálnak konkrétan? Most nem tudjuk, hogy mit csinálnak, én nem látom, hogy ott csinálnának valamit, és valójában az egész egy ilyen teljesen, mint a rétes tészta húzódik. Megmondom őszintén, hogy biztos baromi nehéz jogilag eligazodni ezen, hogy van egy szerződés, amit bár felmondtak, még azért az üzemben tartó, ott tartózkodhat, és a többi, de nagyon jó lenne, hogyha ez megoldódna ez a szituáció, mert mindenkinek rossz. De itt most az önkormányzat melyik oldalon az áll? Az önkormányzat azon az oldalon áll, hogy az, aki most az üzemben tartó, aki bérli azt a területet, akivel felmondták a szerződést, annak jó lenne onnan távoznia. Aki pedig ez a Gomi nevű cég, aki pedig ZRT, azt hiszem, aki tartja ott a frontot még mindig, ő pedig hát úgy tűnik, mint a borsot akarna törni mindenáron az orra alá az önkormányzatnak, meg most ezek szerint a büféseknek is. Nem, tényleg nem szeretnék felvázolni ilyen összeesküvés elméletet, de olyan az egész, mintha direkt történne, hogy egy kicsit így megnehezítse az életét ott az ott lakóknak, meg az önkormányzatnak. Nyilván a polgárok ilyenkor dühösek, az önkormányzattal vitatkoznak, és a többi, nem jó egy ilyen szituáció. Úgyhogy ez tovább folytatódik. A víz az persze nem kerül pótlásra, mert nyilvánvalóan kiderült, hogy túl sok a klorofil a bátkai meg az álmai tározóban, nem tudják a vizet beengedni a tóban, mert az sokkal nagyobb ökológiai katasztrófához vezetne. Egyelőre mindenki vonogatja a vállát továbbra is, és volt egy olyan mondata ott a 40 nem tudom hány milliárdos sportcentrumnál, ugye, amit fel akarnak húzni ott Sukorónak a Velencének a határában, ahol lesz a kajakkenu pályán kívül uszodától kezdve ez kaspálya és minden, hogy elvileg az a fejlesztés az magában foglalja a tó rehabilitációt is. Tehát volt egy ilyen elcsúszott mondat, most akkor erre várunk, hogy akkor ez így van-e vagy nem. Most ez ugyanaz, annak része a vízpótlás? Állítólag igen, hogy az megoldják abból az összegből. De ezt kifizeti? Az ottani beruházó, vagy pótolja a vizet, hát, ezt nem egészen értem. Hát igen, de az ottani beruházó az állam, úgyhogy igen, elvileg. De mondom, ez nem lett meg. Furcsa minden esetre. Ez egy parlamenti elszólásból tudható, egyelőre ennyi. Aha, jó. Érdekes hírek, jöttek a budapesti fürdők. Na, az tényleg érdekes. Igen, átszervezés van a Budapest gyógyfürdőinél. Mármint a Budapest gyógyfürdői ZRT, az a hivatalos neve? Talán. Igen, és Hévizei ZRT. Én jól megszívtam a Budapesti gyógyfürdő és Hévizei ZRT-t. Na. Hát melyiket? Nálunk a péntek este, ami 2-3 hetente az egyik legjobb barátommal, az egy ilyen Széchenyi kaland. Tehát mindig elmegyünk a Szecskába. Minden péntek este nem, ott mondom, 2-3 hetes. Ja, az elején nem hallottam. Igen. És akkor szépen beücsörgünk oda, és dumálunk, és tök jól érezzük magunkat. Sakkoztok is? Azt nem. És megbeszéltük, hogy nagyon régen csináltunk ilyet, ugye le volt zárva minden, és már azt se tudjuk, hogy kell konkrétan, tehát menjünk el péntek este, szépen oda is gyalogoltunk, és záró volt úgy, ahogy. Úgyhogy azt nem tudom, hogy miért, mert nem tudom.
Mert megnéztem a honlapon, nem tudom, megnéztem a honlapon, és nem volt az kiírva, hogy zárva van, sőt, az volt kiírva, hogy minden nap nyitva van, de azt hiszem csak valami korlátozás van, hogy meddig, tehát nincs nyitva olyan későig, és már bezárt. Facebookot is megnézted? Nem, mert bénak nem kommunikálnak. Mondom, hogy ugyabban a cégek nem kommunikálnak a saját weblapjaikon, hanem a Facebookon megy a kommunikáció. Úgyhogy nem lehet, sikerült. Kirakták, hogy ma... Na, mi a váltás? Kirakták este 6-kor, hogy ma este 5 órától zárva például. Ilyenekkel szoktam találkozni. Na, azt mondta, mi a változás? Hogy átalakítják, nyilván itt azért a... Hát igen, szerintem hogy a önkormányzati tulajdonú... és nehéz anyagi helyzet állhat a háttérben. Minden esetre a Széchenyi fürdőben privát gyógyszolgáltatásokat vezetnek be, az egyik magánszolgáltatóval, magánegészségügyi szolgáltatóval kötött megalapodás keretében, a Lukácsban pedig finanszírozott gyógyellátások lesznek. Ezeknek a nagyobb részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott gyógyellátások nagyobb részét a Lukácsfürdő fogja megoldani. A lényeg az, hogy a fürdőket kategóriákba sorolják, hogy a célcsoportokat megfelelően tudják kiszolgáló. Vannak a történelmi fürdők, ide tartozik ugye a Széchenyi, Rudas és a Gellért. A második kategória a gyógycentrummá alakítandó, ez a Lukács, és az összes többit meg még további három A kategóriába sorolták, de ezeket még nem jelentették be. Úgyhogy nyilván mindegy. Pénzszerzés a cél. Igen. Aki kényszer szült el, szóval így alakítják át. Még részleteket majd erről nyilván többet kell tudni, hogy tisztában lássunk, de az irány azért egyértelmű. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy Millás reggeli logóval ellátott bajnokpekket. Az egyedi logóval rendelhető üzleti ajándékok szakértője a Csilikum jóvoltából. Tehát jön egy Millás reggeli logóval ellátott bajnokpak. Kérem szépen a Csilikum jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Az alábbiak közül melyik nem chili paprika? A. Trinidad Scorpion, B. Jalapeño, vagy C. California Wonder. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!